A Toyota Motor 14 gyárak közül 12-ben kénytelen volt leállítani a működését rendszerhiba miatt Japánban. A leállás a Toyota és a Lexus modellek gyártását érintette. A hiba miatt Japán legnagyobb autógyártója nem tudja feldolgozni az alkatrészrendeléseket. A Toyota Motor vizsgálja az okokat, kibertámadást nem tartanak valószínűnek. A társaság részvényeinek értéke a leállás hatására közel 1%-ot estek.